tudjátok, hogy egy szép gála est előtt állunk, de mielőtt a szinkron szakma díjait átadnánk, mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy elinduljon egy eszmecsere, elinduljon egy párbeszéd, és felvessük azokat a problémákat, azokat a szépségeket, azokat a szakmai kérdéseket, amelyek ezt a szakmát bizony előre mozdíthatnák, hogy mi is ez a szakma, milyen szakmából áll a mi világunk, a szinkronvilág, erről is beszélgetünk majd. Nem minden meghívott fogadta el a meghívásunkat, ezt előre bocsátanám. Elsősorban a szakma részéről, a SZIDOSZ részéről, szinkronrendező, színművész, sokféle vendégünk lesz, mint ahogy azt láttátok. Bizony a megrendelői oldalról a televíziók nem fogadták el a meghívásunkat, én ezt fontosnak tartom elmondani. Tehát akik ma a valódi vita partnerek lennének, azok ma még nincsenek itt, de reméljük, hogy ez egy évről évre ismétlődő eseménysorozat tud lenni, és jövőre már felveszik ők is a kesztyűt. Tehát egy első hiánypótló beszélgetésre hívlak benneteket, amely egyébként streaming formájában kimegy az éterbe, tehát az interneten is követhetnek bennünket. Én Kraszkó Zita vagyok, a ma este egyik moderátora, és akkor azt gondolom, hogy vágjunk bele. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Liszkai Szilvia, dramaturg, fordítót. Kérlek, vágjunk, foglalj helyet. Rajkai Zoltán, színművész, SZIDOSZ Szinkron alapszervezetének elnökét, a Katona József színház művészét. Aprics László, szinkronrendező is itt van velünk. A Magyar Köztársasági Ezüst értem keresztül, majdnemisa ilyeneket kinéztem. Nevelő Zoltán köszöntjük, az MTV-a megrendelői oldaláról, filmszerkesztő, szinkron dramaturg, és ki ne hagyja Kapás Péter szinkron vezetőt a Sony AXN Viasat részéről, tehát ő lesz az egyetlen olyan vendég, aki ma felveszi, azt hiszem, a megrendelői oldalról is a lehetséges kérdéseket, és itt van velünk Békés Gergely, jogvédő, ő fog a jogi kérdésekben segítséget nyújtani nekünk. No, hát én azt mondtam itt a bevezetőben, hogy ugye szinkron szakma, hát áll ez a szakma a rendezőből, hangmérnökből, vágóból, fordítóból, dramaturgból, gyártásszervezőből, hogy ki ne hagyjak senkit, még jogvédőből is, amikor már oda kerül a sor, hogy jogdíjról beszélhetünk. Tehát mégiscsak a színész hangja az, amit a kedves néző elsősorban ismer. És akkor rögtön egy 2010-es Aprics László interjú részlettel indítanék, aki azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy szinkron színész. Hát akkor először definiáljuk már ezt, itt három mikrofonunk van összesen, de majd cserélgetjük. Azt nyilatkozta 2010-ben az Oligónak, hogy tehetséges meg tehetségtelen színész van, amivel én mélyen egyetértek, de mégiscsak kellene definiálnunk, hogy mi ennek a szakmának a színészi oldala képviselője. Nagy szinkron rendező írja a Szakácsi Sándorról a Színház című folyóiratban, de aztán Koltai Tamás meggyőzött, és ott is elmondtam, hogy a Szakácsi Sándor és minden nagy tehetségű színész, színész, aki tud szinkronizálni, vagy aki szeret szinkronizálni. Lehet valakinek szép orgánuma, tudhat szépen magyarul beszélni, az még nem jelenti azt, hogy színész, hogy szinkronizálni tud. A színészi tehetség az, ami alapvetően fontos. Utána nagyon sok mindent meg lehet tanulni, gyakorlattal, rutinnal, segítséggel, nagyon sok mindent meg lehet tanulni, a koncentrációkészséget, stb. Stb., ami egy szinkronizáláshoz kell, de ha nincsen színészi tehetsége, akkor fals, hamis, igaztalan lesz az a munka, amit ő kiad a kezéből. Ugye a magyar szinkron méltán híres, vagy csak híres volt, és nem véletlenül nézett rád, mert hogy az MTV-a például egy megrendelő, és azt hiszem, hogy aki a másik oldalon van, az még inkább jobban tudja követni azt, hogy mire mennyi van, illetve mennyiben változott a minőség. Zoli, te is régóta vagy a pályán, ugye nem elsősorban az MTV-a részéről, hanem szinkrondramaturgként. Mi volt ennek a... Mennyiben legenda az, hogy nagyon jó volt a magyar szinkron, és ma már nem annyira jó, hogy a közepébe csapjunk? Erről mondjuk szerintem Laci jobban tudna mesélni. Mert jó, de téged is meg kell szólítanom. Én már akkor csöppentem bele ebbe, amikor már voltak kereskedelmi tévék is, nem csak a magyar tévé volt megrendelő.
és nagyon sok, hirtelen nagyon megnőtt a mennyiség, amit szinkronizálni kellett. És ezért akkor következett be egy olyan fajta felhívulás, hogy rengeteg olyan ember kezdett fordítani, gondolom, és színészi vonalon is olyanok jöttek be, akik nem kevésbé voltak felkészültek, mint a korábbi szűkebb időben. Viszont én azt hiszem, hogy azt állítani, hogy ma gyengébb a szinkron úgy általában, mint régen volt, ez nem állja meg a helyét. A technikai fejlődéssel ugyan felgyorsult a szinkron készítésének munkája, viszont lehetőség van így sokkal pontosabbnak lenni. Én azt látom, hogy amikor néha elmegyek felvételekre, hogy elképesztően nagy rutinnal képesek dolgozni színészek, hogy pontosan oda tegyék, nagyon gyorsan fölveszik a figurát, rá is vannak kényszerítve a munkatemposorát. Szilvia, ezzel te is egyet értesz, mert te olyan filmeket dramatizáltál, mint az Elfújta a szél, a Sissi, tehát hogy még a nagy piaci robbanás előtt, az itt az egyik legismertebb fordító, vagy a Narnia krónikája egy bezárólag számtalan, hát szóval eltelne azzal ma délután, hogy felsorolom, hogy mondjuk te vagy Apris Laci mi mindent csinált. Ez egy lőzunk, vagy van valóság alapja? Hát szerintem mindenképpen azért annak idején, mivel sokkal több idő volt elkészíteni akár a fordítást is, és aztán később az egész folyamat sokkal-sokkal hosszabb volt. Sokkal több rész folyamat volt benne. Vissza tudtuk nézni a szövegeket többször. Hát most az van, hogy meg kell írni egy hét alatt egy 90 perces filmnek a szövegét, és aztán az kikerül a kezemből, és soha többé nem látom viszont. Annak idején még én kézzel kezdtem írni, tehát akkor le kellett gépelni, akkor a gépírást végig újra átnézni, vagy a hibákat kijavítani. Aztán volt egy szövegátadás, amikor felolvastuk a szöveget, és akkor ott mindenki elmondta, hogy esetleg milyen problémája van vele. Úgyhogy aztán volt a muster, tehát amikor a nyers hangokat végighallgattuk, akkor is volt javítási lehetőség. Utána volt összmuster, tehát az még egy ilyen lehetőség volt. És még a legvégén, tehát amikor a teljes film már készen volt, akkor is még, ha valamivel csúszott, akkor lehetett javítani. És ez hihetetlenül fontos. Meg hát ugye a kollégáknak a reakciói, hogy ez tetszik, az nem tetszik. Ma nincsen semmiféle visszajelzés, sehonnan. Úgyhogy ez nagyon nehéz, és ezt én érzem, hogy az én munkám próbására is megy. Laci? Igen. Én egy picit vitatkoznék a Zoliban, mert az annyiban, hogy természetesen ma is vannak kiváló szinkron munkák és kiváló kollégák, akik nagyszerű dolgokat adnak ki a kezükből. Mégis én picit megfordítanám a dolgot, és azt mondanám, hogy általánosságban kevesebb a jó szinkron. Ez persze ugye a mennyiségnek is köszönhető, mert hát amikor mi a Szilvivel, vagy legalábbis pláne én, aki 40 éve kezdtem a televízióban, sőt most már 46 éve. Nem is vagyok. Tehát akkor általában az, hogy világhírű volt a magyar szinkron, ugye ez egy vicces történet, ez onnan ered, hogy a Flintstone családnak a szinkronját amerikás magyarok itthon megnézték, és azt mondták, hogy hát ez sokkal jobb, mint az eredeti. Egyébként tényleg sokkal jobb, mert a Gerhard Pali szenzációs szereposztásának köszönhetően sokkal jobb lett, mint az eredeti, valóban. Hát neked köszönhetően meg Stankai csinált Tony Curtisből egy férfias jelenséget, és hát nem beszélve arról, hogy Kerr nélkül nincs Woody Allen, és volt már olyan film egyébként, amiből Kerr kimaradt, és úgy csinált Woody Allen filmet. Szóval az, amiről most te beszélsz, az valószínű anyagi és szervezeti kérdéseket is felvet, nem akartam közbevágni. Hát biztos, az az igazság, hogy valóban olyan
rövid idő áll tulajdonképpen. Tehát a film beérkezése a stúdióba és az átadási határidő között olyan szűk intervallum van, hogy se a dramaturgnak, sem a stábnak tulajdonképpen nincs ideje, vagy elméletileg nincs ideje arra, hogy azt tökéletesen kidolgozza. 8%-a igényli a magyar szöveget a pergőképek alatt, 57% pedig, ha teheti, egyből szinkronnal nézni, nem bíbelődne az olvasással. És ez nem egy régi felmérés. Tehát magyar szinkronra szükség van. A magyar szinkron az még mindig jó tud lenni, és az amerikás magyaroktól tudjuk, hogy világhírű. Tehát itt vagyunk mi a másik oldal, akik azt hiszem nem tudunk ennyire nosztalgikusan, kedvesen múltat idézni, akkor, amikor akik itt a jelenlévők közül szinkronizálunk, tudjuk, hogy évtizedek óta mondjuk a mi fizetésünk nem emelkedett. Tehát nem csak a tempó az, ami nehéz, hanem megélni ebből. Azt gondolom, hogy nem véletlenül ülünk itt, és egy picit belecsapva a dolgok közepébe, múltat idézve és felvezetve a mai témát, nem véletlenül van most már ilyen, hogy SZIDO, szinkronban dolgozók országos szövetsége, és nem véletlenül szeretnénk, hogy évről évre szó lenne a szakmáról, és Zoli, te jössz szerintem. Mivel mindenki, aki ebben dolgozik, szeretne megélni, alá ment a pénzbe, alá, és egyre jobban mindent elvállal, de nem ért máshoz, ezt szeretné csinálni, de mégis hát csinálni kell, mert szükség van rá, de már semmilyen becsülete nincs, se szakmailag, se anyagilag. De most ezt tarthatatlan, ezért alakult meg a szinkron alapszervezet, hogy megpróbáljuk a dolgokat visszaállítani az eredeti sorrendbe. Tehát legyenek szakemberek, legyen minőség, legyen meg az ideje, legyenek meg a munkajogi és egyéb szerzőjogi, előadóművészi jogi, stb. Következményei, és legyen ez a dolog úgy elismerve, én azzal a hasonlattal szoktam élni, mint a pixalámi, hogy ezt tudjuk, hogy mit kapunk, mennyiért, milyen minőségben, és azt fizessék ki a megrendelők, azt tudják, azt annak az ára legyen értékén, ahogy megveszünk egy Mercedes, tudjuk, hogy azért mit kapunk, és akkor mindenki, ezek a szakemberek is a helyükön lesznek, és nem fog felhigulni a szakma, és nem lesz egy ilyen tartotatlan helyzet. Kapás Péter, nem tudtad, hogy hova jössz. Mit tehet a megrendelői oldal? Sejtettem, hogy ezek a témák is fel fognak jönni természetesen. Én azt tudom mondani, egyfelől, mint szinkronfogyasztó, én már általános iskolában olyan játékokat játszottunk, hogy mondjunk egy szereplőt, és kinek volt az a hang más filmben, sorozatban, rajzfilmben, bármiben a hangja. De én úgy jöttem be ebbe a szakmába, hogy én nagyon szerettem a szinkron. Ennek következtében sok harcunk is volt a cégen belül, teljesen úgy, hogy az viacot, hogy később a Sony volt, a vezetőséggel, hogy ha a szinkron jó volt, semmi visszajelzés, ha a szinkron rossz, nézője vele, javítás plusz körök, nem kell bemutatni, mindenkinek hozzon a részen. De tulajdonképpen, ha a gazdasági részét nézzük az egésznek, de azt mondani, hogy munka lehet jó, gyors és olcsó. De ebből csak kettőt lehet választani. Sajnos, hogyha gyors, akkor vagy nem lesz jó, vagy valami drága lesz. Ahogy Zoli is mondta, van egy költségvonzata mindenkinek, aki benne van ebben a láncban. Ez is egy érdekes, mert tudjuk azt, hogy filmeknek a költsége mi tud lenni, még akár egy külföldi megrendelőnek a külföldön kiszámolt költsége, és én anélkül, hogy számokat mondanék, hiszen nem vagyok pénzügyi szakember, számos példa bizonyítja, hogy ami eljut az alkotókhoz, az a töredéke annak, amit erre rászántak. Hol tűnik el a pénz? Egy dolog, amikor én ezt elkezdtem 12 évvel ezelőtt, ahhoz képest a mostani percerek kb. 21% alájé vannak 12 év alatt. Ez nagyon jelentős. Ahhoz képest milyen infláció volt, és a többi mi mennyivel drágult, ezt egy technikai fejlődés nem tudta behozni, mert azt lehet mondani, hogy gyorsabban, olcsóban lehet gyártani, mert a technika ott van mögötte. Ez tény és való, de mindenki vannak következményei. Például a gyorsaság, amit Laci is említett, egyszerűen vagy későn jön meg az anyag, bele lehet menni más oldaláról is. Amerikában nem egyes sorozat, két nap múlva kapja meg a tévétársaság bárki. Viszont a kalózkodás és a többi miatt minél hamarabb be szeretném mutatni. Mert egyszerűen megnézik. Hamarabb, utána már nem kapcsolod a tévébe. Ennek van egy olyan következménye, hogy az idő szűkül. Annó én sokat jártam ki a Masterfilmbe is,
Szalány Jánossal sokat beszélgettem, és ő mondta, hogy hát ők még cegolvasó próbát tartottak. Annól, amikor a szinkrongyártás elkezdődött, amikor ő belecsöppent, 2 hónap, 3 hónap mondta, hogy a Rudolf Péterrel mindig nevettették egymást, és a kármunkadás mellett egy forintokat kellett dobálni a kasszába, és társai ilyenek is voltak, de hogy volt, hogy 2-3 hónapig tartott egy filmnek a felvételek, nem engedheti meg magának sajnos. Maga megrendelő, hogy ennyit vágjon egy epizódnak filmnek a bemutatásával, mert egyszerűen vagy más megveszi, nagyon sok a televízió, szerintem mindenképp ugye Magyarországon azért 100 fölött, sőt lehet, hogy 200 fölött van a televízióknak a száma, igaz, hogy mindenki más tematikával dolgozik, de ezért nagyon nagy a konkurencia, legyen az országos, vagy csak egy kábeladó, és muszáj a nézőkért küzdeni. Muszáj nézőkért küzdeni, hogy tudunk a nézőkért küzdeni, minél gyorsabban mutatjuk be, minél közelebb az amerikai premierhez, ne torrentezzék le, ne nézzék vissza, és hol lehet a legtöbb időt megfogni a munkának azon a részén, ami akkor kezdődik, amikor az anyag megérkezik magához a tévétársasághoz. És sajnos, miután a bemutató az fix, azon nagyon-nagyon kevés esetben lehet változtatni, ennek következtében egy dolog van, szinkron stúdió, itt az anyag csináljátok. Minden, mi a magunk részéről, én lehet tudom mondani, kollégám megizany a Pétül, Sós Martinak, hogy amit tudunk, azt átadunk, minél hamarabb próbálunk, minél gyorsabban reagálni a kérésekre. Technikai oldalról tudjuk ezt leginkább megtenni. A költségek azok minket is, hát sajnos keretek közé szorítanak. Van egy büdzsé, amit nem léphetünk túl, van egy szerződés, amiben le vannak rögzítve a szinkron stúdiókkal, hogy mennyi az alap, amennyire dolgoznak, milyen extra költségek megöhetnek fel azok, azokért hány százalékot, hány forintot, hány eurót várni tudunk vagy kell fizetnünk pluszban, de hogy maga a költség az hol veszik el, szerintem azt csak ütöm be a másik oldalra, a sales oldalra az egész résznek, hogy kereskedelmi televízióból jöttünk, a nemzeti televíziónál egy kicsit ugye más az üzleti logika, más a business modell, nem reklámbevétel van, disztribúciós bevétel. Az változik. Értem szerint, hogy a költségek jönnek, ha a bevétel nem jön, vagy nem annyi, vagy szeretnének nagyobb profittal dolgozni, akkor költségeket kell csökkenteni. Mindenhonnan vesznek el költséget, sajnos a szinkrongyártás is az egyik ilyen tételekben, és azt én sorol Zolinak a mondatában, hogy a művészi oldaláról ez a művész oldalból ezt sokat tud elvenni. Nem tudnak művészt egyeztetni, tehát hogy itt azt szinkronizál, aki éppen ráér. Hát szerintem Laci meg tudja mondani, hogy sok esetben volt az, hogy nem ér rá. Most jöttem például, hogy Sólandás nem ér rá, hogy lássig meg lett volna az egyik szereplőnek a hangja, és hogy bemutató, kérünk egy másikra volt. És ez csak a szinkron része. Arról például mi színészek sokszor nem is tudunk, hogy ezeket a filmeket, produkciókat ismétlik, hogy ennek jogdíja van, hogy az esetleg az alkotókat érinti, nem érinti. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, és Gergő, ezért is hívtunk meg téged, hogy tisztázzuk, hogy mi a jogdíj, milyen típusú jogdíjak vannak. Normális-e az, hogy az alkotó lemond a jogdíjról egyet? És ezt teljesen természetesen kezelik bárhol, én bármire szerződök, én azonnal lemondok minden jogomról. Hát ebben a székben nem is nagyon mondhatok más, mint hogy nem normális. De szerintem érdemes egy lépést visszalépni ebben az ügyben. Amikor mi elkezdtünk foglalkozni a szinkron kérdésével, mi egy jogi iroda vagyunk, jogászi fejjel gondolkozunk, és azzal szembesültünk, hogy a felmerült kérdések túlnyomó része nem jogi természetű, hanem anyagi természetű. Az alap probléma az, hogy azok az emberek, akik ebben a szakmában dolgoznak, dramaturgtól, rendezőn keresztül, színészen át, egyszerűen nem jutnak olyan mennyiségű bevételhez a tevékenységük segítségével, vagy a munkájuk ellenértékeként, amiből fent tudnánk tartani azt az állapotot, hogy ebből élnek és nem másból. Vagyis, hogy nem kell naponta 8 órán keresztül a futószalag mellett állni és emellett szinkronizálni, hanem hogy főállásban foglalkoztatnak ezzel. És ott csavarodik az ügy, hogy mondtuk, hogy te mutassátok meg a szerződéseket, amivel ti dolgoztak. És meg is mutatták ezeket a szerződéseket. Elképesztő állapotok vannak ezekben a szerződésekben. Teljes jogátruházás az a minimum elvárás ezekben a szerződésekben. Nagyon súlyosan egyoldalúak ezek a szerződések. A megrendelő oldal, a szinkron stúdiókon keresztül olyan feltételeket diktálnak a művészembereknek, vagy a szakembereknek, akik a szinkronban dolgoznak, amik normális piaci keretek között nem nagyon lennének átvihetőek. Mondtuk, hogy miért nem tiltakoztak a szerződések ellen, miért nem kértek módosítást ezekben a szerződésekben. Mondták, hogy hát azért, mert nekem holnap is muszáj egy szinkront elvállaljak, mert hogy a korábbi szinkronjaimból nem tudok megélni.
hiszen egyszer fizettek nekem érte, időnként elképesztő számokat hallunk, hogy egy-egy sorozat főszereplői státuszban lévő kollégája 15 ezer forintot kap a munkájáért, 20 ezer forintot kap a munkájáért, és ez egy televízióban nagy játszottságú sorozatról beszélünk. Tehát ebben nem lehet megélni. Akkor volt folyosói pletyka a Kernnek a kiesése a Woody Allenből, amikor pont ott dolgoztam valamelyik stúdióban, és akkor 100 ezer forintot nem fizettek ki. Egy mozifilmért? Egy mozifilmért. Hát jó, erről beszélünk. És akkor menjünk át a jogi oldalra. Ők sem. Oké, menjünk át a jogi oldalra, hogyan lehet ezen segíteni? Hát úgy lehet ezen segíteni, hogy valahogy elő kell teremteni azt a pénzt, ami hiányzik a szinkron szakmából. Milyen útvonalak vannak? Két nyilvánvaló útvonal adódik. Az egyik, hogy hát ki kell verni a megrendelő oldalból ezt a pénzt. Össze kell fogni, ki kell verni a megrendelő oldalból ezt a pénzt. Ez ma nem tűnik egy nagyon rövid távú meccsnek, azt kell én mondjam, ez a típusú konfliktus kezelés. A megrendelők borzasztó erősek, nagyon sok esetben multinacionális vállalkozások, rendkívül jó érdekérvényesítő képességeik vannak, és továbbiakban is ezeket a sokszor joglemondó klauzulákat tartalmazó szerződéseket írhatják alá. Ez az útvonal, tehát nehéz. Egy mondatot tenni kell hozzá, hogy itt van még egy lánc maga, a szinkron stúdió. Természetesen, abszolút. Tehát, ugye mi, mint megrendelő, a szinkron stúdióval szerződünk. Amikor a szinkron stúdióval a szerződést megkötjük, akkor abban nincsen benne, hogy Aprisi Lászlónak mennyi lesz a díja. Noha kéne szerintem. Ez az egyik, a másik, hogy nagyon sok esetben egy jogi személyiségi társasággal köt szerződést a szinkron stúdió, ha jól tudom, nem magával a művésszel. Ennek nem hiszem, hogy különösebb jelentősége van, de az kétségtelenül, hogy még van itt egy szereplő, aki nem ül itt ebben a körben. Most maga a szinkron stúdió, akinek nagyon nagy felelőssége van, de nem leplezném le azt a álláspontomat, hogy a megrendelő ura ennek a piacnak, és hogyha a megrendelő van abban a pozícióban, hogy nagyon gyorsan, nagyon olcsó munkára tudja rávenni a szinkron stúdiókat, akkor ő az, aki tud ezen változtatni, szerintem elsősorban már a megrendelő, és ebben a körben szerintem külön érdemes beszélni a közszolgálati televízióról. Pontosan, mert hogy egy multi nem biztos, hogy tud mit kezdeni, ő szinkron vezető, miközben kap egy büdzsét. Hát, nem feltétlenül. Azt akartam ezzel csak mondani. A közszolgálati szinten viszont más a helyzet. Ott lehetne egy olyan monopólium, ahol kultúra megőrző szándékkal más bért fizetnek, máshogyan gondolkodnak, más hangsúlyt fektetnek a szinkronra. Bocsánat, csak hogy ezt a kört zárjam, hogy én szerintem nem túlzó elvárás a közszolgálati televízióval szemben, hogy ő maga teremtse meg azokat a kereteket, ő mégiscsak nagy állami büdzséből gazdálkodik. Azt mondja, hogy aki a közszolgálati televízió számára készít szinkront, ott elvárás, hogy megfelelő munkaidő álljon rendelkezésre és megfelelő javadalmazás álljon rendelkezésre, neki ugyanis megvan erre az állami költségvetésből származó pénze. Meg kéne, hogy legyen, hogy egész fontos legyen, és bizonyára van erre törekvés, de lehetne ezt valószínűleg még sokkal erőteljesebben képviselni megrendelőként ezen a piacon. Van erre törekvés? A kérdés adódik. Mi feltétlenül mindig amellett vagyunk, hogy a lehetőségek szerint mindenki megfelelően ki legyen fizetve. Én mondjuk gazdasági ügyekben nem vagyok illetékes, én csak tartalommal foglalkozom. Az a helyzet, hogy ez a nyomás, az időbeli és a pénzbeli nyomás, amiről eddig beszéltetek, ez beállított bizonyos tarifákat, hogy mennyibe kerül egy perc, szinkron, mennyit fizetnek egy dramaturgnak, és akkor az általánosan érvényes, hogy annyi ennek az ára, mint ahogy a üzemanyagnak is van egy ára, és akkor azt fizetik ki. Emiatt lesz az a fajta időbeli nyomás is, hogy mondjuk egy dramaturg nem tud két hétig dolgozni egy munkán, mert neki kell vállalni a következőt is. És hát mi annyit tudunk megtenni, mi általában nem vagyunk kénytelenek olyan gyorsan bemutatni egy sorozatot, vagy egy filmet, mint a kereskedelmi tévékben. Időt tudunk rászállni a munkára, hogy az megfelelőképpen elkészüljön.
köszönöm, hogy visszatérítettél minket erre a teljes palettára, hogy nem csak színészekből áll a szakma. Azon kívül, hogy egy dramaturgnak az ideje, a munkakörülményei nem olyanok, mint régen. Ez felteti a kérdést, hogy utánpótlás tud-e képződni, hiszen nagyon profinak kell ahhoz lenni, és nagyon a kisújban kell, hogy legyen a szakma, hogy valaki egy hét alatt meg tudjon csinálni egy filmet. Hogyan tud felnőni és beilleszteni a jövő dramaturg nemzetéke így? Ez nagyon jó kérdés, nem tudom a választ. Illetve hát annyit hallok a rendező kollégáktól, hogy nagyon-nagyon simány szövegeket kapnak. Tehát, hogy egyszerűen pont azért, mert ez a tanulási fázis náluk hiányzik, nincs lehetőség. Ugye annak idején én bejöttem a felvételekre, és akkor ott kiderült fehére-feketén, hogy mi az, amit elszúrtam, mi az, ami jó volt, és az egy nagyon-nagyon hasznos tapasztalat volt. Ma már, ha valaki hát esetleg elvégez valamilyen dramaturg tanfolyamot, végül is a technikai dolgokat szerintem egy délelőtt alatt meg lehet tanulni. Hogy nézzek ki egy forgatókönyv, nagyjából mi a felosztás a szövegnek, és hogy mire kell törekedni, tehát a ritmus, szájmozgás, stb. Ezekre figyelni kell, a többi pedig tapasztalat, és a tapasztalatot pedig nyilván, ha csinálom, akkor is megszerzem, de hát az a legjobb tapasztalat, amikor szembesülök vele, hogy úristen, mert a marhasságot írtam, vagy mennyire hosszú a szöveg, vagy mennyire más a ritmusa, nem tudja a személy-színész felmondani. És ez úgy érzem, hogy most teljesen kiesik, hogy hiányzik a mostaniak. Tehát ez szerintem a Laci. Ez jobban tudja nálam. Pontos vészharag, abszolút érdekel a véleménye. Ugyanígy ígértem, hogy visszatérünk a castingra, tehát egy ilyen tempóban annak tudod adni a szerepet, aki éppen jön és van, vagy hogy van ez, miközben régen, hát szóval Szívek szállodáját. Olyan sorozatok fűződnek a nevekhez, hogy nem léteznének azok a karakterek, azok a hangok nélkül a Rózsaszín Pád utca távol Afrikától. De azt is tőled olvastam, hogy de nem is feltétlenül hanghasonlósága alapján választasz, hanem a színész habitusa alapján. De így lett a Roger Moore hangja a Láng József. Nem volt olyan hasonló a hangjuk. Ez egy sokkal mélyebb és árnyaltabb munka volt, mint amire ma módod van, ha nem tévedek. Bocsánat, csak egy fél mondatot a Szívek szállodájával kapcsolatban. Én ezt nemrég néztem végig, és sokkal jobb magyarul. Szóval valamikor... Csak olyan mondtam, hogy megnéztem az angolt, és valami elképesztő, hát legalábbis a magyarhoz képest elképesztően gyenge hangok vannak. És a magyar pedig annyira élő, annyira színes, annyira jó, hogy nem is néztük aztán angolul utána. Szóval az... Most én egy picit kivétel, azt kell mondjam, hogy egy picit kivételezett helyzetem van, azért talán a szinkron világban, vagy legalábbis úgy, mert tehát azért nagyjából a körülményekhez képest azt a színét szerezzük meg, akit én úgymond megállottam arra a szerepre. Hát nagyon nehéz, persze sokszor van megalkuvás, nem sokszor, vagy nagyon sokszor van az, hogy hiába találok ki, vagy gondolom, hogy ki legyen a magyar hang, ez egyeztetési, vagy éppen anyagi problémák miatt nem jön össze. De szerencsére azért általánosságban azt mondhatom, hogy azért mindig sikerül olyan magyar színész találni a főszerepre, vagy a szerepekre, akiket én gondolok, vagy akiket én képzelek. A castinggal, meg a kötelező szereposztásokkal azokkal nagy bajom van, igazság szerint. Mert a casting az egy olyan kérdés, hogy főleg ami Amerikában megy ki casting, és nem Magyarországon, vagy a magyar megrendelővel van kapcsolatunk ebben az ügyben. Ugye ők kérnek castingot, három hangot, fölteszik a számítógépre, akinek a grafikonja jobban hasonlít, az kapja meg a szerepet. Itt a Péterrel is, meg azért vannak olyan csatornák, ahol kérnek három nevet, és akkor azt meg tudjuk beszélni, megbeszéljük, hogy én XY-val miért favorizálom, esetleg a Péter vagy a
bármely csatorna képviselője miért gondol mást, vagy, de mikor ilyen kötelezően érkezik egy lista, hogy kik legyenek a magyar hangok, akkor én úgy gondolom, és most nem akarok senkit sem megbántani, hogy ő a forgalmazó, ő ahhoz él. Én nem mondom meg, hogy hány plakáttal csinálja a film, hogy menjen a moziba, nem mondom meg, hogy hány moziban vetítse, stb. Stb. Én viszont ehhez értek. Én ismerem a magyar színészt, és azért a szinkron rendező csak úgy mellékmondatként egyik legfontosabb feladat, hogy ismeri a színét, a magyar színét. Én ismerem a magyar színét, és úgy gondolom, talán szerénytelenül, hogy én tudom, hogy ki az, aki erre a feladatra a legalkalmasabb. Esetleg olyan, akit a nagy közönség talán nem is annyira ismer, nincs annyira reflektorfényben, nem szerepel a bulvárban. Tehát azért nagyon sok ilyen színét is van, akik nagyon jó színészek, csak nincsenek annyira a reflektorfényben. Bizonyos szempontból megértem azokat a megrendelőket, akik valamilyen, csak bizonyos szempontból, akik valamilyen bulvársztárt akarnának főszereplőnek, volt egy olyan, egy francia filmet csináltunk, a francia kormányról szólt, körülbelül 50 és 70 között volt a főszereplők életkora férfi, azt mondták nekem, hogy nem Kossuth-díjasok kellenek, hanem celebek. Én csak akkor mondtam, hogy hát én egyetlen egy ebben a korosztályban lévő celebet ismerek, nem mondom a nevét, van művész, de vele nem szeretném szinkronizáltatni ezeket a szerepeket, vagy bármelyik szerepet a filmben. De én úgy gondolom, hogy tényleg, hogy kicsit elkanyarodjak, a szinkronrendező feladata az, hogy ismerje, szeresse a színészt, egyik feladat az, hogy, vagy az egyik legfontosabb, hogy ismerje, szeresse a színészt, tudja, hogy abban a színészben mi lakozik, tudja, hogy hány színe van, tudja, hogy miben erős, ehhez hozzája kell, hogy színházban járjon, kellenek a felvétel közötti beszélgetések is, tehát az is kell, hogy legyen 5 percem előtte, utána, közben elbeszélgetni vele, barátilag, szeretettel. Ehhez mind, ahhoz, hogy én egy tökéletes szereposztást csináljak, ahhoz ez mind kell. És hát akkor utána jön az egyeztetési probléma, próbál, nem próbál, forgat, nem forgat, ennyiért nem jön ki. Nagyon sok 40, nagyon sok sorozatot csinálok, 40-45 perces epizódokból áll egy sorozat. Hát a nagy közönség talán már tudja, hogy mi az, hogy tekercs. Ezekben a filmekben a tekercs az mondjuk körülbelül egy fél perces blokk, egyre vannak szétszedve a filmek. És ennek alapján fizetik a színészt, hogy hány tekercse van. Na most egy 45 perc... Nagyon rosszul fizetik a színészt tekercsenként, mondjuk el. 10-15 tekercse egy 45 perces vagy 40 perces epizódban, az bizony egy jelentős szerep, jelentős alakítás. Nagyon nehéz többek között, vagy talán elsősorban a gázsi miatt olyan színészt találni, vagy olyan színészt rávenni, hogy hát gyereki 10 tekercse, 10 tekercse. Zoli, van most a tekercseknek fixára? Vagy stúdió hát változó? Egy anomália egyik része gyakorlatilag nincs, de van. Tehát azt történik, hogy hát igen, az egyeztetések úgy zajlanak, hogy fölhív a gyártás, ez egy rájössz ellen 15-20-tól 19-40-ig, hány tekercs, 70, oké, passz, ráérek vagy nem. Se összeg, se szerződés, se munkakörül, van ebédidő, van vacsora, pisilhetek, beszélgethetek a Laci 5 percet. Ezek a munka, tehát a munka törvénykönyvű meghatározott dolgok sem érvényesülnek, tehát egy ilyen vadvállalkozó. Ja, most azért akartam kötni, mert tényleg Laci az a magyar szinkron Hollywoodja, tehát oda bekerülni is jó egy színésznek, mert ott biztonságban van. Sajnos, rengeteg stúdió van, és egyébként mi nem így élünk, hogy te ezt elmondtad, de létszik, hogy igen. Szívesen megyünk. Én nagyon örülök, hogy Péter is itt meg Zoltán, tehát hogy ez most nagyon fontos, és kár, hogy nem jöttek el. Igazából itt kezdődik az egész, ugye értjük ezt az egész rendszert, tehát világos mindannyiunk számára, nyilván akik benne dolgozunk. Van egy megrendelő, azt mondja, ennyi a költségvetése,
Itt jön egy elég erős versenyhelyzet a stúdiók között, akkor az egyik beajánl kevesebbet, akkor oda visszük, mert neked tartani kell, vagy csökkenteni a költségvetést, a stúdió pedig azt mondja az alkalmazottainak, hogy beletartozik mindenki, hogy figyeljetek, innentől kezdve csak fél áron dolgoztok, mert így van munkám, örüljetek, hogy van munkátok, mert fél áron legalább azt ki tudom fizetni. Hát ez egy teljes nonsense, tehát úgy, ahogy van. Tehát nyilvánvaló, hogy most is ez a legérdekesebb a beszélgetésben, hogy Péter is úgy kezdte, hogy neki egy érzelmi viszonya van ehhez. Kik voltak a hangjai, ki volt annak a filmnek, hogy kezdődött, milyen szállóigék, milyen hangokhoz, milyen mondatok, milyen filmrészletek társultak. Hát persze vannak a klasszikusok, amiket mindig emlegetünk, de hát ehhez van egy érzelmi, ennek értéke van, ez a legfontosabb, értéke. Meg kéne érteni mindenkinek ebben a szakmában, hogy értékes dolgot csinálunk, szemben azzal, mint amit állítanak, hogy nem. Tehát meg kéne, nyilvánvaló, hogy mi csak azt tudjuk mondani, szinkronrendezőként, színészként, dramaturgként, hogy én szeretném lefordítani a Szívek szállodájának az egyik epizódját, vagy meg a munkát, ezt én ennyi idő alatt tudom, felelősen, jó érzéssel, jó minőségben megcsinálni, ennek ennyi az ára. És azt mondani a stúdiónak, hogy én ennyiért dolgozom. Ez ennyi az, azt mondja a színész is, hogy én ezt ennyiért csinálom. Azt mondja a rendező, hogy ennyiért csinálom. És azt a szerződést fogom aláírni, ami ezt tartalmazza. Amíg ez nem történik meg, mint szakszervezeti agitátor mondom, amíg nem állunk ellent, amíg nem mondja az ember, hogy az én munkám, így szakmai önbecsülése, nem tudom azt mondani, hogy ennyit ér a munkám, és ezért bátran kiállok, és ha nem adják meg, akkor félreállok, nyilvánvalóan össze kell fognunk, ezért kell szakszervezet, akkor addig soha, semmikor nem fog ez változni, hiszen a törvényszerűség, a piac, az üzleti szempontok törvényszerűség ezt nyomja a végtelenség, amíg alkalmas vagy arra, ember talál, hogy ezt megcsinálja bármennyiért. Akkor tudjuk ezt megtenni, ha mindenki beáll a maga munkájának az értékébe, és mindenki egymással egyeztetve is, persze, itt a jogász majd bejön, hogy nem kartelez, meg nem megbeszél az árakat, ami egyébként jelen esetben van, mert nincsenek kimondva az árak, de mégis egyformára vannak nagyjából, megváltozik. És akkor minden egyes produkcióra lehet külön szerződéseket kötni, külön megállapodásokat, ebben mennyi, sokat beszél, ez többet ér, idegen nyelveket kell benne használni, énekelni kell benne, és itt mondhatnék számtalan más dolgot, akkor hirtelen elkezdődnének a dolgok a helyükre kerülni, hogy minek mennyi az értéke. És nem lenne ez a kártel, ami most van. Igen, mert hogy beszélgettünk mi ugye erre a beszélgetésre készülvén, sok mindenről, nem tudom, hogy a Miki Egér sztorit azt fel lehet-e hozni, érzed-e helyét, mert engem az azóta is teljesen kiborított. Tehát, hogy egyszerűen bizonyos szerepekben sem érezheti biztonságban magát az ember. És igen, nincs garancia arra, hogy ez egy Disney produkció, vagy egy hangolámú. Igen, csak a vadkapitalizmusnak a tulajdonságai. Tehát, hogy én a magyar hangja vagyok a Miki Egérnek egy sok éve, egy castingon választottak ki. És ugye a Miki Egér, mint brand, megjelenik nem csak filmekben, hanem mindenfele. És hát ugye nyilvánvalóan a megrendelő hol tud hangot fölvenni, mint szinkron stúdióban, és akkor kihívnak szinkron stúdióba, hogy mondjak el valamilyen Miki Egér hangon valamilyen dolgot, amiről szép lassan nagyon sok kérdés, meg faggatás, meg aggály, akadékoskodás, meg az én személyes bátorságom és agilitásomnak köszönhet kiderül, hogy ez nem szinkron, ez valami termékben szereplő hang. De akkor mi? És nagyon-nagyon hosszan, nagyon nagy küzdelmek állán terítettem ki, hogy ez ami termékhez kell, ami egészen más jogdíjak, egészen más szerint mindenféle járna, de azt sem mondták meg, azt sem. Végül valahol kezdődött, hogy mondjak el tíztekercset szinkron árban, majd kiderült, hogy valami terméknek a... Most elmondom csak, hogy mindenki értse, az Apple Watch kamerában az integrált Miki Egér óra funkcióban én beszélek, nem fizették ezt az árat, amennyi ezért jár, csak úgy mondom, mert elhallgatták, eltitkolták, olyan helyzetben hoztak, hogy ez ne derüljön ki, és tovább is tovább. Tehát rettenetesen sötét és gonosz módon vagyunk kezelve ebben az egész kérdésben. Gergő, ezt megtehetik egyébként retorzió nélkül, vagy tud elkezdődni egy olyan együttes, közös munka, értem itt a jogvédő szervezetet, ami ezeket be tudja védeni? Minden ilyen ügynek az a nehézsége, hogy a nap végén Rajkai Zoltán megy szembe a Disneyvel. Rajkai Zoltán megy szembe a Disneyvel. Ami egy nettó, bocsánat, ami egy nettó hülyeség. Tehát, hogy Rajkai Zoltán bármennyire is Magyarországon ebben a szakmában a top-top-top kategóriás szereplő, hát mégiscsak egy olyan alkpozícióban van a Disneyvel szemben, ami rettenetesen kiszorítottá teszi, mert a Disney ide küldi a 30 ügyvédjét, és az, hogy hiába jön hozzánk segítségért,
mi bele is állunk a csatába, ez itt Magyarországon 5 év, és rettenetes mennyiségű pénz. Nyilván nem teheti meg senki, hogy a Zoli engedélye nélkül bármilyen termékbe az ő hangját használja. Az a helyzet, hogy egyébként emögött egy megrendelői támogatás van. Tehát, hogy ne csináljunk úgy, mint hogyha az Apple kitalálta volna a Disney-vel való kooperáció nélkül, meg beleteszik ezt a figurát a termékbe, és ehhez ne szedeztek volna meg majdnem minden jogosítványt a Disney-től, speciál rajtaizoló jogosítványait nem tudták volna megszerezni, nem is tudták megszerezni a Disney-től. Szóval nem tudják megtenni, jogilag semmiképpen nem tudják megtenni, és hogyha van néhány olyan bátor ember ebben az országban, mint például a Zoli, akkor ezeket föl lehet karolni, és lehet precedens típusú ügyeket generálni belőle. Nagyon nagy szükség lenne szerintem olyan bátorságra, hogy ebből merjünk ügyet csinálni, és fordulatok, bátorítanék mindenkit, aki ebben a szakmában dolgozik színészként, legalábbis forduljatok hozzánk a jogvédirodához, mert mi segítünk ezekben az ügyekben. Minket a legkevésbé sem érdekel, hogy a túlparton a Disney áll, vagy egy magyar megrendelő, vagy a magyar megrendelői láncolat során egy szinkron stúdió, mert nekünk az a dolgunk, hogy ilyen boldog módjára menjünk ezekben előre, ezekben az ügyekben. Azt jól tudom, hogy tavaly indult el az első jogdíj kifizetés, és idéntől sorozatok után is jár majd. Igen, ez fontos, hogy erről beszéljünk. Említettem az imént, hogy mindennek az origója, hogy nem jutnak hozzá a megfelelő mennyiségű pénzhez a színészek sem. Mi a színészek helyzetén tudunk valamelyest, azt hiszem, nagyon jelentős módon segíteni. Azt találtuk ki az origék felvetésére, hogy a hozzánk beérkező jogdíjak egy részét, nem is van nagyon csekély részét a jövőben, és ez volt 3 évvel ezelőtt, a jövőben arra fogjuk fordítani, hogy a televízióban sugárzott filmek után jogdíjban részesüljenek a színészek. Van egy nagyon furcsa helyzet. A televíziók nem kevés reklámbevételt generálnak abból, hogy ezeket a filmeket játsszák. Általában a nézők ugyanis nem a reklámért szeretik nézni a televíziót, hanem a reklámok közé beszuszakolt filmek miatt szeretik nézni a televíziókat. Ugyanakkor ezek a televíziók a színészeknek, meg a rendezőknek, meg a dramaturgoknak nem fizetnek lejátszásonként jogdíjat. Nem elég, hogy nem fizetnek lejátszásonként jogdíjat, időnként, sőt tudom a részben, azt sem hajlandóak nekünk elárulni, hogy vajon mit játszottak. No, de ezeket mi igyekszünk kikerülni ezeket a csapdákat, és az a döntés született házon belül nálunk, hogy a hozzánk beérkező jogdíjak egy részét mi fizessük a televíziós sugárzások után azoknak a színészeknek, akik vagy testtel és hanggal, vagy idézőjelben mondom, csupán hanggal vannak jelen ezekben a produkciókban. Azt tudni kell a mi irodánkról, hogy évente körülbelül 2,2 milliárd forintnyi jogdíjat fizetünk ki körülbelül 90 ezer magyar és külföldi előadó művésznek, zenésznek, táncosnak, színésznek, és ebből a jogdíjból egy szabad szemmel jól látható hasábot fordítunk most már 3. éve a szinkron területre. Ez azt jelenti, hogy kb. 250 millió forintot fizetünk ki a televíziós játszások után. És valóban itt van egy évről évre jól követhető fejlődés. Az első évben a magyar játékfilmek televíziós játszása után tudtunk fizetni. A következő évben a külföldi játék, magyar játékfilmek és a külföldi játékfilmek és annak szinkronjai után tudtunk fizetni ilyen típusú jogdíjat. És idén lesz az első olyan év, amikor megmaradnak a magyar játékfilmek, mellette megmaradnak a külföldi játékfilmek szinkronostúl, és csatlakoznak fel hozzájuk a külföldi televíziós sorozatok szinkronostúl. Ez egy szisztematikus építkező munka, abban bízunk, hogy évről évre egyre pontosabban, egyre jobban fogjuk tudni ezt a tevékenységet ellátni, amiben egyébként a megrendelők is tudnának segíteni, ha például elárulnak nekünk, hogy vajon mit játszottak és akik szerepeltek, és ehhez az adathoz mi nem tudunk hozzájutni a megrendelőktől. Nem a mundérbecsületért, ez így van. Le van jelentve. Különböző szerződések vannak, legalább csak úgy részünkről, itt a Sony Pictures-ra beszélek, jogvédő irodákkal. Tény és való, hogy ez zenei oldalon működik. Tehát Artisius, illetve az egyéb európai társaságokkal. Ezek ugye bizonyos betűdők szerint kérnek be napokat, amiket meg kell jelentenünk. Az ott sugárzott műsorokat, de leginkább ezek az eredeti vetítésre vonatkoznak, nem pedig a szinkronizált verzióra. Ez tény is való. De én az szolgáltatásnak... Hogyan lehetne lépni, hogy ez vonatkozzon a szinkronizált verzióra is? A jogi oldalról nem tudom, ugye én csak végrehajtok ilyen szempontból, tehát a maga
a jogi része, az ebben a kontextusban arra vonatkozik, hogy a magában a programban, tehát legyen film vagy sorozat, az ott elhangzott zenei mű után tessék egy díjat fizetni, ami több oldalról és vonatkozik, hiszen egyszerűen maga a disztribútor, aki a filmet forgalmazza, már kifizetett egy alkotónak egy díjat, majd a licensz fee-be, amit a tévétársaság fizet, nem kevést, abban is van zenei jogra vonatkozó díj, plusz majd minden vetítés után is fizet a televíziótársaság egy díjat. De hangsúlyozom, ez a műben elhangzó zenétre vonatkozik, nem pedig a verziókra. Most az a helyzet, hogy a televíziók a színészetnek, dramaturgoknak... Csak lejelentés az megtörténik. Természetesen, tehát színészetnek, dramaturgoknak, rendezőknek darabonként, játszásanként, sugárzásonként, ismétlésünket nem fizet jogdíjat. Ezt a helyzetet mi tudomásul tudjuk venni. Azt a helyzetet borzasztó nehéz tudomásul venni, hogy miközben az adat ott van ezeknél a televíziós társaságoknál, de tudja, hogy mikor, kit, hányszor játszott le, ehhez az adathoz nem lehet hozzáférni. De hogy kérdezem én, hogy miért nem? Jogi akadálynak biztosan nincsen. Van egy, azt látod, hogy van egy nagy adminisztratív terhelme, természetesen én ezt nem akarom elvitatni. De ez az adat rendelkezésre áll, és nagyon gyorsan lehetne előrelépni abban az ügyben, hogy azt tudnak mondani, hogy elment a Klinikák című sorozat, annak a magyar hangja volt az, aki volt. Miért nem lehet ezt az adatot átadni? Csak úgy gyorsan, úgy, ahogy a zenei szerzőknek egyébként sokkal bonyolultabb adatsort át lehet adni, ugyanis ott még nem is Magyarországon készül a zenei felállítás. Kivéve a sejjeltes műsorok. Természetesen persze. Az én munkámnak egy jelentős része az, hogy adminisztráljam, hogy egy szinkronban kik voltak a közreműködők, ugyanis ebből az MTVA rendszeresen jelentéseket készít a Filmjusznak. A rendezőknek? A filmes rendezőknek? Nem, szinkron rendező és a dramaturg, ebben biztos benne van. A színészek, nem tudom, hogy a Filmjusznál ebből. Hát a Filmjusz nem képviseli a színészeket, hiszen a Filmjusz a filmes szerzőknek a közös jogkezelő szervezete, tehát csak azok szerepelhetnek ebben a riportban, akik filmes szerzőként, rendezőként, szinkron rendezőként, dramaturgként közreműködtek. Tehát ha ez így van, hogy tehát a zenei szerzőknek és a filmes szerzőknek is ezek az adatszolgáltatások előállíthatóak, akik egyébként pusztán csak számszaki szempontból sokkal kevesebben vannak, mint a színészek, akkor kérdezem még egyszer, vajon miért nem lehet ezt az adatszolgáltatást üzemszerűen biztosítani a szinkronban közreműködő színészek javára, hogyha egyszer már díjat nem fizetnek ezek a televíziók, oké, ez nemzetközi szabályozás, akkor legalább mi saját hatáskörben hagy menjünk gyorsan, hatékonyan előre, mert azért rettentes mennyiségű pénzt kell nekünk arra áldozni, megtudjuk, hogy a mi kiegér a Rajkai Zoli. Igazából maga az információ rendelkezésre áll, szóval Laci nem tartott ki, bárki a szinkron stúdióban van egy nevezett bor minden scriptnek a végén, ahol föl van sorol, hogy kinek a magyar hangja, tudok, hogy nem a tudsz ki volt. Tessék? Nem, ezt a kívek, jártok egy sorozatot, ami egy kicsit végül. Az eredeti német stár 20-os ízelben elmegy, miközben megy az utolsó jelenet, 12 másodpercben, ott húzósba kiraknak mindenkit. Itt a járna rendezte, stúdiófelnöket takarított, stb. Magyarul nem tudunk oda tenni semmit, mert nem tudok rábeszélni a jelenet. Soha az életben egy év múlva, két év múlva, talán a gyártásvezető, még emlékszik arra a 40 színészre, aki adott epizódban szerepel, két év múlva senki nem tud. Csak el tudok hivatkozni, saját gyakorlatilag. De köszönöm a kommentet. Az a szerződésben van írtatva az, hogy mit kell kitölteni, milyen papírmunka árul a stúdióra. Ott többek között ez is benne van, hogy legyen felsorolva, hogy ki a rendező, ki a dramaturg, ki a gyártásvezető, kinek melyik karakternek ki a magyar hangját. Maga ez az információ elérhető, kérdés az, hogy ugye ki mennyire itt áll. Még egy dolog kérdezek, ezt mint megrendelő, be is hagyjátok az adott stúdióra? Tehát megkapjátok azt a 25-30-40, adott esetben 70 ember, aki adott produkcióban szerepel? Egyre többször fordul elő, hogy be kell kérnünk scriptet, ugyanis fölmerült szutőkülön még egy kérdés, egyébként ez NMHH, illetve európai EU-s szintű kérdés, hogy a politikusággal élő felé kell a televíziót megkönnyíteni. De kármán ugye van egy feliratozás,
egy jelen és egy audio kommentár. És például nagyon sokszor kell már meglévő magyar szinkronhoz a scriptet, illetve ezt kapcsolódó papír munkát bekérnünk más tévétársaságoktól, hiszen az alapján készítjük el például a feliratozást, és ez sok esetben ott van rajta. Tény és való, hogy egy nagy közös adatbázis nincsen ahonnan ezt belőle. Tehát akkor ha nálatok a Sony-nál, vagy hát, ha jól értem, akkor minden egyes megrendelt munka után ezek az adatok bekerülnek hozzátok. Elérhető kell, hogy legyen. Nem, tehát azt nem tudom így garantálni most, hogyha holnap bemegyek, akkor elő tudom szedni. Tehát leginkább a stúdiónál elérhető. Köszönöm. Ebben a köztelevízió nem tudna irányadó lenni, aki azért néhány éve vállalta, hogy Magyarország legnagyobb archívumát digitalizálja, és egy nagyon komoly lépést tett ezzel, tehát lehet, hogy ennek mentén lehetne a szinkron hangok terén is utat mutatni. Lehet, hogy lehet, de nekem nincsenek meg ezek a teljes listák. Tehát mikor mi gyártunk egy produkciót, akkor nem kapjuk meg ezeket a teljes listákat a szinkron stúdiótól. Nem kérjétek, vagy nem kapjátok meg? Ha kérem, akkor megkapjuk, de nálunk sem mindig van, ez én úgy veszem észre, összeállítva. Tehát azt a... Kinek lenne ez a dolga egyébként? Tehát, hát, hogyha lenne egy megrendelő nyomás, úgy érzem a stúdiókon, és ez hozzátartozna az ő munkájuk befejezéséhez és leadásához, hogy legyen egy ilyen adat, hogy oda kerül a megrendelőhöz, akkor ilyen értelemben ez elég gyorsan rendeződni tudna. Azt hiszem, nincs... Valamilyen erőnek kell lenni, vagy kényszernek, ami rászorítja, és nyilván vagy itt a stúdió, aki a kulcs ebben a kérdésben, rászorítja, hogy adott gyártásnál, ugye ott van a rendező, a több, a hangmérnök, stb. Ők látják, pontosan tudják, hogy mi történik, vagy átesetben, kik vannak abban a filmben, kik játszották végül, kik csinálták, és ezt az adat rögzítést megtennék, és ez szükséges nekik, kötelező, mert le kell adniuk a megrendelő felé, akkor az adatok az szerintem így fog rendelkezni. Ez is egy hatalmas lépés lenne, és akkor nem beszélünk arról az elmúlt, nem tudom mióta van magyar szinkron, ez is egy jó kérdés egyébként, de 80 éve, köszönöm szépen, 80 évről, amivel mi lesz? Vagy annak a hangjai, pénze, jogdíja? Mi ezt feldolgozzuk, erre szánunk időt, energiát, mindent, amit kell. Tehát, hogy világos legyen a dolog, ezek az adatok tényleg rendelkezésre állnak, már csak azért is rendelkezésre állnak, mert a színészekkel és az egyéb szakemberekkel való elszámolás a stúdióknál ez alapján történik. Tehát tudják, hogy ki volt ott, tudják, hogy hány tekercset szinkronizál, hányszor szólalt meg és milyen nyelven szólalt meg. Ezek az adatok rendelkezésre állnak. Hogyha tudomásul vesszük azt a helyzetet, hogy itt egy hosszú lánc van, megrendelő stúdió, színész, sorolhatnám tovább a lánc egyes szereplőit, és mindenki a másikra mutogat, hogy miért nem áll rendelkezésre ez az adat, akkor az egy nagyon könnyű menekülési út. Én ehhez képest azt az útvonalat javaslom, hogy igazán fel az lenne szerintem, hogy a televíziók minden egyes sugárzás után fizetnének az összes közreműködőnek. De ezt hajlandóak vagyunk tudomásul, hogy nem így van. Ehhez képest van egy rendszer, mi azt üzemeltetnénk, csinálnánk. Azt a segítséget kérjük, hogy ezek az adatok álljanak rendelkezésre. És akkor mi tudjuk enyhíteni azt a nyomást, ami a színészektől, dramaturgoktól, rendezőktől megy a stúdiókon keresztül a megrendelők felé, hogy nincs elég pénz ebben a rendszerben. Tehát azt a segítséget várjuk megrendelőktől, meg stúdióktól, meg mindenkitől, aki ebben az értékláncban szerepel, hogy segítsenek minket ebben a munkában, enyhítsük legalább ezen az útvonalon a nyomást ebben a rendszerben. Ne egymásra mutogassunk, hogy miért nincs, hanem azt az útvonalat keresünk, hogy hogyan lehet mégiscsak ez az adat minden filmről előbányázható, átadható, hogy aztán abban jogi felosztást lehessen végezni. Én ebben várom a ti segítségeteket házon belül. Tudom, nagy szervezetekről beszélünk, és nem rajtatok múlik ez a kérdés, de hogyha azt az üzenetet el tudjátok vinni, hogy ennek az adminisztratív munkának a bevállalásával egyébként lehet bővíteni a teret. Tehát ez nem vesztes-nyertes oldalhoz, hanem nyertes-nyertes oldalhoz, akkor talán könnyebb utunk van, és nem pattanunk le üzembiztosan ezekről a nagy cégekről, mint ahogy manapság lepattanunk. Annyira reméltem, hogy lesz valami konkrét dolog a végére, amivel jövőre elkezdhetjük, hogy na most ezt beszéltük meg, ebben a témában valami elindult, ez egy hatalmas vállalás a részletekről. Tehát a TV stúdiók részéről korán sem akkora vállalás leadni ezeket a listákat, mint működtetni a rendszert. Tehát eleve ugye látni, hogy van rendszer, látni, hogy miből és mennyi pénz hiányzik. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy én szerintem minden stúdiónál van egy kifizetési lista. Tehát
nálunk a gyártásvezető van róla a produkcióról, szeretnével, színésznél, magyar színésszel és a gázsival leadja. Tehát például, hogyha nekem van egy több évvel ezelőtt gyártott sorozat, most új évadja visszatér, akkor én le tudom kérni azt, hogy az három évvel ezelőtt gyártott dologban kiknek, milyen szereplőnek, milyen volt a magyar hangja. Mi van akkor, amikor újra szinkronizáltok filmeket? Az is egy kérdés. Ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert ugye egyrészt rendezői szempontból is nehéz kérdés, művészi szempontból is nehéz kérdés, meg most jogdíj szempontból is egy eléggé kacifántos történet. Művészi szempontból én egy példát tudok csak mondani, ami az én hitvallásom, ez ma már azért úgy nem nagyon működik, annak idején a Becélő Szavak című filmet le kellett szinkronizálni. Én nem láttam a moziban, véletlenül beteg voltam a szövegátadáson, sem voltam ott. Kivettem videótékán a Becélő Szavakat, videón, és megnéztem. És azonnal hívtam a gyártásvezetőt, hogy álljon meg a NASZ név, hát ez eszméletlen jó ennek a szinkronja, nem lehet űbe rolni. Bodnár Erik, amit Shirley MacLaine, Bodrogi Gyula, amit Jack Nicholson, én sorolhatnám tovább. És akkor kiderült, hogy valami olyan folyamat elindult, hogy itt ezt már nem lehet leállítani, le kell szinkronizálni újra. És akkor én úgy gondoltam, hogy hát most én nem veszem át ezt a zseniális szinkront, mert hát akkor az a Vastanár úr szinkronja. Hát a Vas János találta ki ezeket a zseniális hangokat, én megpróbálok a dologhoz fölnőni, vagy ne adj Isten hasonló jót csinálni, de hát találjunk új szereplőket, új magyar hangokat. Egyetlen egy embert vettem át, mert akkor ő neki már összeport a neve, Danny DeVito és a Harkányi Bandi. Akkor már ők egyek voltak, és így aztán így lett először Shirley MacLaine, Udvarhoz Dorottya, azóta Revicki Gabi csinálja a Jack Nicholson jóformán. Tehát én azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az a Vas tanár úré, ez meg egy lopás lenne tőlem, hogyha én ezt átvenném az ő teljes komplett tereposztását. Egy-egy ember meg szintén erkösen lett volna, etikátlan lett volna átvenni, mert ha átveszem a Bodnár Eriket, akkor miért nem veszem át a Bodrogi Gyulát is, de a Bodrogi Gyulát átveszem, miért nem veszem át a Kovács Nórát. Tehát ennyit a újra szinkronizálásról, mindig nehéz dolog az újra szinkronizálás. Másik része az, amikor valamit azért kell újra szinkronizálni, mert nem szabad benne káromkodni, és akkor egy sterilizált változatot kell csinálni, amit szinkronrendezői szempontból rögtön bukás, tehát az maga a halál. Szerzőjogdíjban meg, hát tudom, amikor ugye most már szerencsére van, kapunk jogdíjat, hogy ugye leadom a lapot, hogy ki csinálta, mit csinálta, mindent ki kell tölteni rajta. De hogy az éppen a TV2-n az a szinkron, melyik szinkron ment, hát mondjuk a Magyar Televíziótól tényleg valóban azt tapasztalatban tudom, hogy ott ilyen problémák nincsenek, mert ott ők leadják ezeket a listákat. De úgy néha elkapom, hogy jó, most akkor a kaszinó az én szinkronom van, mert vagy nem az én szinkronom van, mert ugye vagy főcímet nem is látok, vagy éppen csak oda kapcsolok. Neked borzasztóan egy tévét nézni. Csak azt mondom, hogy ja, ha De Niro a Dörner, ez a Dörner, igen a Dörner, akkor az én szinkronom nem. Mert a másik szinkronban más valaki csinálta. Tehát művészi és jogi kérdés is, ami azt hiszem, hogy fontos. És van újra fordítás is, amiről szerintem szót kell ejteni. Egy pont, aki adja most neked a mikrofon, Zoli, rólad olvastam, hogy volt egyszer egy Vadnyugat párbeszédeit, fordítottad te újra? Hogy ez egy névrokonod. Nem újra. Az volt a helyzet, hogy volt egyszer egy Vadnyugatnak egy rendkívül megrövidített változata került a magyar tévébe a 80-as években, és ahhoz készült az a szinkron, ami
felülmúlhatatlan. Viszont azóta eltelt időkben a nemzetközi forgalmazásban már a teljesebb változat megy, és azokat, tehát azt a megjelent DVD-n, televízióban is előkerült, de olyan a plusz jeleneteket ezekben felirattal oldották meg. És akkor azt gondoltuk, hogy, hogy készíthetnénk egy újabb szinkront, nem eltörölve az első legendás magyar szinkront, hiszen az hozzáférhető, tehát DVD is elérhető, hogy készítünk ehhez a rendkívüli filmhez, aminek Magyarországon óriási kultusza van joggal. Készítünk egy új szinkront a teljes verzióhoz, mert hogy ez a film megérdemli, hogy legyen egy ilyen változata is. Van olyan, amikor a teljes filmet újra kell fordítani, Szilvia? Csak hogy befejeztem, mivel annyira zseniális volt Séri András magyar szövege, ettől nem akartunk megválni. Tehát azt megtartottuk, továbbra is ő a filmnek a szerzője, azt a néhány jelenetet pótolta még ki. Mert Séri András sajnos nem volt elérhető. Kérdésem még él, mert ez is egy problémát vett fel, hogy mi újság a fordítással. Nekem nem volt ilyen feladatom, de úgy gondolom, hogyha lenne, akkor biztos, hogy nem nézném meg. Tehát, hogyha egy filmet újra kellene fordítanom, akkor nem nézném meg a régit. Lehet, hogy ismertem korábban, de nyilván az ember nem emlékszik annyira pontosan a fordulatokra. És akkor úgy nyúlnék hozzá, mint egy új feladathoz. Mi kellene ahhoz, hogy bár ezzel kezdtük a beszélgetést, addig én arra kérlek titeket, hogy van kérdésetek, akkor gyűjtsétek, és esetleg zárszó gyanánt, egy picit összesítsük ezt a mai kerekasztal beszélgetést, hogy mi kellene ahhoz, hogy nem úgy fogalmazok, hogy régi fényét visszanyeri a szinkron, úgy fogalmazok, hogy csinálható és nagyon minőségű legyen, hogyha mindenki a saját oldaláról egy-egy mondatot össze tudna szedni, akkor addig meghallgatjuk a hölgyet. Szalai Éva vagyok, és igazából még nagyon sajnálom, hogy a Péter egyedül van, én szinkronrendező vagyok. És hát egy kicsit becstelenül úgy gondolom, hogy nagyon hamar átsiklottunk a fölött, a mondatot fölött, hogy 25%-kal kevesebbet most a 12 év óta a szinkronra fordítható pénzt. Hogyha belegondol bármelyik megrendelő, most eladjuk úgy, hogy neked kell ezt a zuhatagot végighallgatni, hogy melyik az a szolgáltatás, ahol ezt az időt, tehát hogy 12 év eltelt, és azóta nem emeltek ára. Sőt, csökkentették 25%-kal, tehát így. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy akik itt ebben a szakmában dolgozunk, azok elsősorban a szerelemből, amit te is említetted, hogy szerelem. Tehát szerelemből csináljuk reggel 8-tól este, addig, ameddig a színész odaérkezik az utolsóban, hogy együtt rá kell várni rá. Van, hogy előbb ér oda, és akkor hamarabb végzünk. És akkor utána még hazamegyünk, és a következő filmet elkezdjük csinálni. Tehát ez nem egy 8-tól fél 5-ig tartó a folyamat, nekünk se, a színésznek se, a dramaturgnak sem. És hát gyakorlatilag buszba kötve táncolunk, és erre vagyunk kényszerítve. És igazából nagyon-nagyon nagy felelősség hárul rátok megrendelőkre, és én egy kicsit úgy érzem, hogy ti vagytok azok, akik bennünket kizsigereltek. Hát gyakorlatilag ennyi. És nagyon-nagyon örülök, hogy most már jogvédőnk is van, annak külön örülök, hogy szakszervezetünk van, meg nagyon örülök annak, hogy most már egy komoly adatbázisa van ennek a mi szakmánknak, hogy azért nem múlik el a halhatatlansággal az, hogy mi dolgoztunk, meg itt, akik dolgoztak. Fontos dolog ezt nagyon szépen, magyar nyelv ápolása is. Köszönjük szépen, nagyon fontos hozzászólás volt, már csak azért is, mert mi nem mondhatjuk ki azt, amit most te kimondtál, de kérlek, hogy reagálj rá. Egyben köszönöm ezt az összegzést, igen, ez tényes maga, hogy
hogy nagyon sok szolgáltatásnak egekben van az ára, ellenben a szinkron, illetve ehhez kapcsolódó hangszolgáltatásoknak az ára jelentős mértékben csökkent az elmúlt 10x évben. Azt szeretném mindenképpen hozzátenni, hogy a mi részünkről semmiképpen nem szeretném azt érzékeltetni, vagy, hogy ez úgy jöjjön le a szakmába, hogy ez kizsigerelés. Már olyan értelemben, hogy igenis mindenki szerintem, aki televízióban dolgozik, aki ebben a részében dolgozik a televíziónak, de akár egy filmes, egy mozi szinkrongyártó is, vagy DVD forgalmazó, aki külön verziót készít, az igenis azért is áll ki, és azért is csinálja ugyanúgy szívből, lélekkel, mint ahogy ti is csináljátok, mert szereti, és azért csinálja, mert szereti csinálni, szereti látni azt a produktumot, ami kijön. Tehát azt a tényleg a művészi produktumot, ami ebből kijön. Ez egy fontos. A szerelem az egy jó dolog, de a szeretőben ülve megjön is. Ennek a mögöttes dolga, amiről egyébként már ugye beszéltünk, az, hogy nagyon, nem az, hogy nagyon felhívult a szakmai olyan értelemben, hogy annó x évvel ezelőtt millióba került, több mint millió forintba került egy szinkron stúdiót összehozni, most azt lehet mondani, hogy 2 millió forintba maximum össze lehet hozni egy szinkron stúdiót. Mert a technológia ilyen szempontból már meghaladta azt, hogy nem betakazetta van, nem toll van, nem kell vágni fizikailag, hanem valaki kerül egy szószer elé, amit nagyon könnyen, könnyen el lehet sajátítani. Az, hogy milyen szinten, az már más kérdés. Ami ennek következménye lett, az, hogy nagyon sokan csináltak szinkron stúdiót, és ahogy Zoli is említette, nagyon sok szinkron stúdió van, és nem a magunk védelmében, de ha én bemegyek a boltba, ott is megnézem, hogy milyen terméket veszek valamilyen szinten, ugyanazt, ugyanolyan minőségű, akkor az olcsóbbat fogom megvenni. Igen, de akkor hadd jöjjön az MGM példája, ugye, ami bevonult Magyarországra, és gyakorlatilag bedőlt, tehát ezekről a sztorikról sokkal kevesebbet olvasunk, mint a... Én is láttam, amikor Michael G. Fox női hangon szólalt meg az MGM csatornán. Tehát azért a szinkronnak jóval nagyobb a jelentősége annál, mint hogy most megpróbáljuk rábeszélni arra, hogy értjük, de maradjon így. Azért mondjuk, hogy ne maradjon így. Egyáltalán erre gondoltam, én arra gondoltam, vagy az lett volna a gondolatmenetnek a lényege, hogy a megrendelő oldal is azt nézi, hogyha én kiírok egy tender, hogy a Sony multicég időközönként tender kell kiírni. Tehát nem sokosság-komosság alapján megy a szinkrongyártatás, legalábbis a Sony-n belül. Tendereztetünk, tender dokumentáció, kimentünk stúdiókhoz, ugye mi nem csak Magyarországon vagyunk jelen, tehát mi összesen kolléginával, akik 9 nyelven verzionáltatunk, köztük a mi szinkron ahol szintén szinkron az például a cseh piac, vagy a lengyel, ahol voiceover van, tehát egy talentos angol elmondás. Kimentünk stúdiót megnézni, vannak követelmények, amiknek meg kell felelni a stúdióknak. Ilyen roppant egyszerű, Csehországban kizártunk egy stúdiót azért, mert konkrétan a hangmérnök ott sörözött a gépek mellett. Mondjuk, hogy most ráünk a sört, és fél stúdió leég, akkor mi lesz ez? Vannak minőségi és biztonságtechnikai követelmények, amiknek bizonyos stúdiók felelnek meg, bizonyosak nem. Van-e még kérdés? Bocsánat, most meg kell kérdeznem. Igen? Szarkai Judit Szágnes dramaturg. Én Zolihoz szeretnék egy kérdést intézni, mint nem kérdő jár reprezentáns. Ha megfordítom azt a helyzetet, hogy a magyar televíziónak ugye képviselnie kell egy minőséget, akár belföldön, akár ugye külföldön is a magyar területeken, akkor nem csinálhatja meg azt a magyar televízió, hogy azt mondja, hogy aki nálam, illetve nekem fordít, azt én megfizetem. Nagyon megszűröm a stúdiót, amit csinálok, nagyon megszűröm azt, hiszen jelenleg is gyakran maga az, hogy fordítót kér a magyar televízió különböző munkákra. Tehát, hogy azt mondja, hogy ha már én kiválasztottam azt az embert, aki nekem fordít, ha, akkor ezt viszont megfizetem. Tehát a jelenleg 400 forintos dokumentumfilm és szinkron perdíjak, mert nyilván mindig nem olyan óvatos és szemérmes, és nem tudom mondani, ez kb. Háromszorosára kéne elmenni ahhoz, hogy ebből külállásban megkérdésen élni, dramaturg szinten. Szerintem a rendezők se elmenni árvánának kellene, hogy a háromszor amikor kapnának fel egy díjra, de szerintem még a színészek sem. Tehát háromszorosára kellene emelni ahhoz, hogy ezt külállásból lehessen megcsinálni, mert több diplomás szakemberek jelen pillanatban nekünk 90% forintra dolgoznak a legjobb szakmában. Most orvosok, jövő héten cukrászok, 2 hét múlva bármilyen mérnökök, mert nyilván ugye a munkájukhoz hozzá kell tenni a szakmai felkészültséget. Nyilván van, aki nem teszi bele a munkát, és azokkal, vagy azok miatt lehet a különböző munkákat, különböző filmeket megszólni, de azt gondolom, hogy nagyon sokan van, akik oda teszik magukat szakmai, lehetőségük akárhogyan,
őket kellene megfizetni. És a Magyar Televíziónak, mint a magyar nyelv őrének, azt gondolom, hogy ilyen szempontból diktálni kellene. Van erre esély, lát erre esély, ha már kérdést kell tölteni. Én azt hiszem, hogy keresnünk kell ennek az útját. Valóban ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy minőségi munkára van szükség. Én is szenvedek attól, hogyha rossz szöveget kapok. Nekem is több a munkám velem, mert olyat nem veszünk föl. Én a problémát ott látom, ahonnan elindultunk, hogy itt egy üzleti szemlélet lett uralkodóvá, és ezzel szemben az egyes szereplők nagyon keveset tudnak tenni. Tehát a végén egy Excel táblázat van, amiben egy sor a szinkron. És az, aki dönt, az számokat néz. És nem az az egy XY a hibás ebben, hanem az rendszer így működik. Ha nem ülne ott, akkor egy másik ugyanígy kellene, hogy döntsön. Mi próbálunk a magunk lehetőségei mellett a minőségre törekedni. És akkor ezt, ahol lehet megfizetni, de én pénzről nem dönthetek. Tehát én ezen nem tudok változtatni. De csak egy fontos üzenetet vigyél haza. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy igazából az Ági természetesen megértve minden egyes szavát, meg a mögötte húzódó gondolatokat, hogy amennyire én látom szakszervezeti vezetőként, ezt a dolgot alulról kell elkezdeni, tehát azt kell mondani, hogy ugye, és itt fölteszem a kérdést direktbe, mert természetesen nem várok most semmiképpen konkrét választ, de ami azt mondanánk holnaptól, vagy holnap utántól, vagy megbeszélnénk, hogy jövő év szeptemberétől a szinkron gázsik a rendezőknek x%-a, a színészeknek x%-a, a dramaturgoknak x%-a, és egy szakszervezetben tömörülve ebben a szakmának a krémje így dolgozik, és innentől kezdve minimum értéken innen és innen kezdünk el dolgozni, akkor ezt tudják-e közvetíteni a fejebb valóik felé, illetve a tulajdonosok, illetve a megrendelők, illetve a pénzügyi szakemberek felé. Ezt a lépést, vagy erre készülünk konkrétan, hogy egységesen fellépve beárazzuk a saját munkánkat a piaci értékének megfelelően. Mivel arról beszélünk, hogy ez egy üzleti modell, hát akkor nyilván a számok törvénye alapján lehet ezen változtatni. Tehát mi kiállhatunk amellett, hogy mi szeretnénk ezt. Az lenne a fontos, hogy itt azért, ha együtt lép föl a színész, meg a szinkron készítő, akkor valami fajta együttes változásnak be kellene következni a megrendelők kötében is, hogy akkor most már mostantól más ára van ennek. És akkor annak az az ára, akkor azt mindenki ahhoz kellene, hogy alkalmazkodjon. De ugye a probléma az ott volt, hogy a szinkron szakmában kezdődött meg a lefelé licitálás. És akkor pedig, akik a számokat nézik, azok mennek majd a kisebb összegek felé. Jó, hát ugye csak azért van egy ilyen nagyon jó magyar mondás, hogy olcsó húsnak íg a leve. Szóval ez az egyik fel a történetnek. Tehát lehet, hogy valaki nagyon szuper stúdió van, hihetetlen gyönyörűen felszerelt, de ettől még nem biztos, hogy minőségi munka kerül ki a történetből. Én nekem még egy gondolatom volt, nem tudom, hogy nagyon elvetemült gondolat, de ennek inkább jogi, vagy nem tudom, hogy jogilag hogy lehetne érvényesíteni. Valamilyen szinten talán akkor lehetne rákényszeríteni a megrendelőket bizonyos áremelésre, vagy hogy mondjam, hogyha valamint ahogy régen volt egy honorárium szabályzat. Tehát ugye a rendszerváltás előttig honorárium szabályzat szerint fizették a színészeket. A színészeket egy elit csapat grénum sorolta be, és megvolt, hogy hány tekercség, mennyit kell fizetni. Most, hogyha ennek alapján lenne valami, amit jogilag alkotmányos módon lehet fektetni, hogy ennyi egy tekercs ára, és onnantól kezdve kiépíteni egy honorárium szabályzatot, akkor ott van a kötelező. Tehát akkor azt mondjuk, hogy kérek szépen ennyi, mese nincs, ez a
jogszabályban letöltetett. Nagyon nem értek a joghoz, tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, vagy mennyire megvalósítható, de talán ez egy olyan kötelező lépés lenne a megrendelők felé, amit... Hogy még a Gergő válaszol, hogy hozzáfűzzem, mert nyilván beszélgettünk egyébként, de hát ugye az egyik, ez nagyon okos dolog, és ez valószínűleg így helyes, meg a külföldi példák is ezt mutatják. Ugye ezt nem honorárium táblázatnak hívják, hanem ugye ez egy szakszervezeti bértáblának. Ez azt jelenti, hogy ugye ma ebben a szakmában nincs a színészek, és tulajdonképpen a rendezők számára sincs perspektíva. Tehát, hogy Laci most 22 éves lenne, 22 évesen kezdő szinkronrendező, akkor ugyanazt a perszdíjat kapná szinte, nagyon minimális eltérésen, mint amit most 60 évesen. Tehát, hogy és a színészek ugyanígy. Tehát a kezdő színész, a 10 tekercsen pontosan annyit kap, mint egy élete végén járó színész. Nincs benne perspektíva, semmi. A perspektíva miből áll össze ebben a szakmában, hogy mit tettél eddig az asztalra, milyen minőségű munkákat, milyen színvonalakat, mennyire ismerteket, mennyire híreseket, mennyire igazottakat, és itt ennek van egy rossz szóval, vagy ilyen divatos szóval, ilyen kredit rendszere. Tehát mindenkinek a munkája ebben a szakmában így érhető tettem, hogy jó dolgokat csinál, ismerteket, sikereseket, stb. És az beárazza önmagát, tehát el lehet jutni egy szakszervezeti bértáblán keresztül tulajdonképpen A-ból B-be egy életpálya fölépülhet, aminek az alapja ez, hogy mikor, ki, hol tart, mennyi munkát csinál, és az nagyjából milyen árkategóriába sorolódik be, és így aztán ő a megrendelő felé is, a költségvetés és a stúdió részéről világossá válik, hogy ez a rendező ennyit ér, az a színész annyit ér, stb. És összeállt egy olyan költségvetést, ami aztán kiadja tulajdonképpen az igazságos, vagy a elfogadható árát. Igen, valamikor így működött, mert ugye a kedves színész az volt, kezdte 500 forinttal, vagy szinkronban 150 forinttal, és emelkedett aztán díjának, életkorának, hivatalos díjának megfelelően a Kossuth díjas volt a legmagasabb gázsi, mindenféleképpen filmforgat, tehát filmszerepben is, szinkronban is különböző kategóriák voltak, és onnantól kezdve ez adott történet. Tehát nem tudjátok, de ez már a zárszavatok. Sajnos ez a másfél óra elrepül, de nem akarom, hogy gondolat bentrekedjen, ha még bárkinek. Egy záró gondolat. Jogilag mindent meg lehet oldani ebben az országban. Soha nem az a kérdés, hogy a papír mit bír el. Ha a zárszóról van szó, akkor két nagyon rövid kis gondolatot mondanék. Az egyik, hogy szóval én értem, hogy a szinkron szakma kezdte azt a lefelé menő spirált, aminek az a végeredménye, hogy ma 25, időnként 30%-a kevesebb pénz jut el a szakemberekhez, mint ezelőtt 10 évvel. A megrendelők meg boldogan tudomásul vették ezt a helyzetet, amit én értek gazdaságilag, de én azt hiszem, hogy a szinkron ma a kulturális sokszínűség biztosításának az egyik legfontosabb eszköze ebben az országban. Ha nincsen szinkron, akkor azok az alkotások, amik nem magyar nyelven készültek, az nem jut el a közönséghez. És hogy ezt mi értéknek gondoljuk, én annak gondolom, akkor felelőssége van a megrendelő oldalnak abban, hogy ezt a szempontot is figyelembe vegye, akkor az üzleti folyamatokat tudomásul veszi. Ez volt az egyik gondolat, amit szerettem volna mondani. A másik, hogy az volt a kérdésed, hogy mit kérnénk ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet. Én időt kérek. Időt kérek a dramaturgnak, hogy rendesen tudjon dolgozni, időt kérek a rendezőnek, hogy rendesen tudjon dolgozni, időt kérek a színésznek, hogy rendesen tudjon dolgozni, és hogy egyébként ezt a plusz időt, amit én most kérek, megfizetjük, akkor kezd helyre billenni a dolog. Én magunknak is időt kérek, hogy azok a nagy vállalatok, akik megrendelői pozícióban ülnek ebben az egész szakmában, ők szálljanak arra időt, hogy megtaláljuk közösen azokat a pontokat, azokat az útvonalakat, ahogy rövidre lehet zárni hatalmas nagy vargabetűket, hogy át tudjunk rajta menni, és ne lepattanjunk állandóan az, hogy de ott a stúdióvel álltok kapcsolatban, de ott a te vállalkozásod és vele állunk, nem is színész, nem is láttam életemben, tehát láttam BT-t, KT-t, színész, itt soha nem volt. Tehát hogyha ezeket ki tudjuk közösen dolgozni, ez idő kell. Én időt kérem magunknak. Hát én köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy elfogadták a meghívásokat Liszkai Szilvia, Kapás Péter, Nevelős Zoltán, Aprics László, Rajkai Zoltán és Dr. Békés Gergely. Azt kívánom, hogy ne innen folytassuk jövőre, hanem egy év múltán az legyen benne, és legyenek eredményeink. Azt gondolom, hogy nagyon fontos
üzeneteket, kérdéseket vetettünk fel, ami ne csak egy elméleti diskurzus legyen, reméljük, hogy jövőre a másik oldal is helyet foglal. Nektek külön köszönjük, hogy vállaltátok a csapásokat. És akkor a beszélgetésünk végére értünk, 8 órától pedig várunk vissza mindenkit szeretettel egy díjkiosztó gálával, ahol megtudhatjátok, hogy kik lettek az év hangjai. Köszönjük!